Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Ebben az évben ünnepli fennállásának 60. születésnapját a Kinizsi Bank ZRT. A sors fintora, hogy éppen most adja el teljes banki portfólióját a B3 takaréknak. A részletekről Lakatos Antalt faggattuk. Bizonyára mindenki pontosan emlékszik, gyakorlatilag az elmúlt időszakunkra és a töretlen fejlődésünkre, hiszen 1958-ban indult el pénzintézetünk, 2013-ban megjelent egy törvény, amelyik úgy a takarékszövetkezetekről, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szólt. Ez igencsak meghatározta, gyakorlatilag a mi tevékenységünket. Érthetetlen módon akkor már több mint 5 éve bankként tevékenykedtünk, de a törvény hatálya alapvetőleg mi ránk is kiterjedt. Lehet látni, hogy a mérlegfőszegünk közel 33 milliárd, bár 13 visszavetett bennünket, de onnantól ismét egy növekedési pályára álltunk. Az eredményességünk mára szintén töretlen lett. 5,5 év nehéz időszaka van ebből a szempontból mögöttünk. De, és hát ma ez a legfontosabb hír és bejelentésünk, hogy helyt adva a politikai szándéknak, tudomásul véve a politikai szándékot, amit mi magunk sose vontunk kétségbe, de azt mondtuk, hogy ez a szándék párosulnia kell egy gazdasági szándékkal, ami a tulajdonosaink szándéka is. És meg kell, hogy mondjam, a bejelentésünk legfontosabb része ez, hogy a politikai szándék és a gazdasági érdekeink mára egy irányba mutattak és mutatnak, ezért gyakorlatilag az elmúlt hét végén, péntek délelőtt egy adásvételi szerződést kötöttünk, mely alapján a portfóliónkat átadva, majd be fogok számolni a mellettünk lévő pénzintézetnek, mi pedig lenn társaságként, társasági formát megtartva tovább fogunk működni. A Kinizsi Bank ZRT-t, mint társaságot, mint annak tőkéjét, annak tulajdonosait, ez a megállapodás nem érinti, de mint tevékenység végzését természetesen érinti, hiszen eladjuk a portfóliónkat. Azaz, jogi értelemben ezzel, hogy átadjuk az előbb említett banki termékeinket, betétállománytól a hitelállományig, ezzel a banki tevékenységet tovább nem végezzük. Elhangzott a mai sajtótájékoztatón, hogy ugye 5 évvel ezelőtt született meg az a törvény, ami egy hosszú változást generált. Harcos, nehéz 5 év áll önök mögött? Megérte küzdeni a mostani változásért ez alatt az 5 év alatt? Azt gondoljuk, hogy igen. Hiszen, mint ahogy a sajtótájékoztatón is elmondtam, mára ért oda, hogy elfogadva és teret adva a politikai akaratnak, ez párosul egy gazdasági érdekkel, azaz a tulajdonosainknak a fontos érdekével. Azaz ma egy nagyon korrekt üzleti megállapodást tudtunk aláírni és elfogadni. Azt gondolom, hogy ez biztos, hogy eredménye az elmúlt 5 évnek. Itt most egy olyan változás történik, amire hát itt a környező lakosságban nagyon sokan föl fognak sziszenni, és felmerül bennük a kérdés, hogy na de akkor milyen változás történik a mi életünkben? Mit tud mondani ezeknek az jelenlegi ügyfeleknek? Érdemlegesen maga a jogi konstrukció egy portfólió eladás, de hogy ezt egy picit megvilágítsam, ez azt jelenti, hogy a banki termékeink, a banki ügyfeleink átkerülnek a mellettünk lévő pénzintézet, de
az ő elképzelésük és sajtóban is közzétett hírük alapján egy létrejövő új úgynevezett alfa bankot fogja megalapozni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleink jogi értelemben átkerülnek ebbe a pénzintézetbe, de érdemlegesen szinte alig lesz változás, vagy amit ők ebből tapasztalhatnak, hiszen sem a számlaszámuk, sem a szerződésük, sőt, még a fiókuk sem fog megváltozni. Ez a megállapodás még a kollégáinkra is kitért, hiszen jogfolytonosan ők is az új szervezetben, az új pénzintézetben fognak dolgozni. Azaz, ha az ügyfél februárt követően bemegy az egyik fiókunkban, akkor csak egy névváltozást fog látni, ugyanazok az ismert arcok, ismerős arcok fogják őt várni, ugyanarra a számlaszámra kell hivatkoznia, és azzal tovább végezni a saját maga tevékenységét, mint ahogy ezt eddig mi velünk tette. Akik eddig figyelték a híreket, már számíthattak erre a mai bejelentésre. Azt hiszem, hogy nagyon sokakban fölmerült a kérdés, hogy vajon az önök társasága mivel és hogyan rukkol elő, hogyan képzeli el a folytatást azután, hogy a banki tevékenységgel fölhagy. Valóban így van. Ez a megállapodás, ez nem érinti a társaságunk sem jogi formáját, sem a tulajdoni eszközrendszerét. Azaz a társaságunk az továbbra is részvénytársaságként az eddigi meglévő tőkéjével tovább tevékenykedik. Valóban egy fontos szegmens nélkül a banki engedélyünk és a banki területen kívül. De az egyéb pénzügyi területen befektetési társaságként tovább fogunk működni. Azaz ez egy picit hagy legyen a jövő, de hamarosan újabb pénzügyi tevékenységgel fogunk a leendő ügyfeleinknek rendelkezésre állni. És ha megenged egy személyesebb hangvételű kérdést, hogyan értékeli Magyarországon a banki szektornak az átalakulását, illetve magát azt, hogy hát itt a múltról, ahogy beszélünk, akkor a takarékszövetkezeteknek a múltja is ugye felmerül. Ezek mindig egy speciális szolgáltató szektor voltak a pénzügyi piacon belül. Hogy látja, sikeres volt ez a 60 év, ez az átalakulás, illetve hogy vannak-e olyan hiányosságok, amit mondjuk a jelenlegi átalakulás mondjuk hagy maga mögött? Szeretni fogja-e a magyar lakosság azt a pénzügyi portfóliót, amivel találkozni fog, vagy hiányozni fognak a klasszikus takarékok, illetve a kicsi bankok? Valóban egy nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt a fejlődés az igen erőteljesen az elektronikus irányba megy. Azaz a kis helyi jelenlétet az felülírja sok esetben az elektronikus kapcsolatrendszert. Ma azt lehet mondani, hogy már egészen kicsi kortól, iskolás kortól az okos telefonok mindenkinél ott vannak. Ezen intézi, akár legyen az bármifajta egyéb szolgáltatás, de a banki szolgáltatást is. Tehát ez mindenféleképpen megváltoztatta a bankok részéről is az ügyfelek kezelését. A. B. A másik pedig lenne, hogy a költségtényezők növekedésével egyértelmű, hogy minél racionálisabb, precízebb tervezést és költségviselést kell tennünk. Ez nem jelent mást, mint hogy egyre erőteljesebb fúzióknak kell létrejönnie. Nem csak Magyarországon, hanem a világon. Ez egy fúziós folyamat, ami nem most kezdődött el, még nem is 5 éve, amikor ez a törvény megjelent, hanem sokkal előrébb. Én azt hiszem, hogyha ezen az úton jól megyünk végig, az csak nyerességet fog termelni elsősorban az ügyfeleknek, mert gyorsabb, precízebb és akár olcsóbb szolgáltatást kaphat, és hát ugyanez a gazdaság minden szereplőjére véleményem szerint igaz lesz. A
A következő percekben nézőinket egy születésnapra hívjuk. Balatonakaliban most ünnepli fennállásának 20. születésnapját a Fékűzletközpont. Nagyszerű disznótoros vacsorával. Mikor busznál indulok, mindig izgatott vagyok, mindig valamit viszel, mindig valamit viszel, és ennyi volt vagyok, egy darabot a szívemből. Mikor látok vagyok, mindig boldogabb vagyok, mindig tégre haladok, mindig rád vigyázok, és mindig letörök, egy darabot a szívemből. Azt mondják, hogy olyan jól sikerült a Márton napi vacsora, hogy meg kellett ismételni. Igaz, hogy nem libával, hanem disznótorral. Így van ez? Így van. Hát én nem gondoltam volna, hogy a Márton napnak ilyen hatalmas sikere lesz ez a büféasztalos megoldása. Nagyon-nagyon tesztett a vendégeknek, hogy 10 féle ételt tudtak megkóstolni, nem kell 10-szer elmenni az étterembe, illetve amelyik nagyon ízlett, az visszajöttek mi a következő héten, ugye már 10 napig adtuk a Márton napi ételeket. Dörzsölhetnek, kóstolgathatnak, tehát a lulaskásától elkezdve a szalon libazuzától, a libapörköltig, a libasültől, a libamáj, a magyaros liba, a rántott liba, tehát libarag, akaliba leves, ugye van egy akaliba levesünk is. Az milyen? Az akaliba leves, az macesz gombócot csináljuk, libahúst teszünk, zöldséget teszünk bele, és egy libaszány tő meg van főzve, és bele van állítva a tányérba egyik oldalt, másik oldalt kanál, és akkor egy kis hús, egy kis leves hozzá. Ez pár éve találtuk, és nagyon sokat eladunk belőle. Néztem a mai kínálatot, tehát elképesztően bőséges, és azt hallottam, hogy előbb főnök úr mindegyikhez fűzött valami kis gondolatot, hogy ezt miért csináltuk, azt miért csináltuk. Szóval hogyan találták ki, mi legyen a mai kínálat? Mindig a fiam mondja, hogy mindig azzal takarózok, mert mi nagy családban voltunk, 6. gyerek voltam a családban, tehát azért nálunk ugye kellett disznót vágni. Beosztással is kellett élni, ugye, mert 6 gyereknek azért a térre kitartson a disznóság, és minden részét feldolgoztuk a disznóknak, és hát ugye a kedvenc ételeket, illetve olyan, amik mesle kezdenek felelésben, vagy már nem annyira főznek, de nagyon-nagyon sokan szeretik. Például? Ilyen az orjaleves. Nagyon bele orjahúsa, orcs, rendesen csontosan zöldsége, cicaktésztával, és Erdélyben tanultam pár évvel ezelőtt a Páraméknál, Szilácsomjói, és ott tettünk egy toros káposztalevest, és annyira megízlett, nekem is, a gyerekeimnek is, hogy azóta évente többször csinálunk ilyen toroslevest, na azt is föltettük, hogy tudják megrozdolni abba, a nyers kolbászból még kolbászgombócokat is teszünk, mindenféle tojás nélkül, semmit, csak az magától megáll, és abban is benne vannak a finom kis húsok, jó savanyú káposzta, egy kis zsülére szett zöldségekkel, és aki akarja, azt tejfőre leszük. Sült vért, azt is nagyon ritkán csinálnak. Most mi csináltunk hagymás sült vért, több vendégem mondta, hogy ja, akkor az biztos, mondtam neki, oké, ami nem esztek meg, az becsomagolom el, mert ez ilyen egynapos dolog. Akkor csináltunk ugye resztelt májat, friss májból, ma vágták reggel a disznót itt a faluba, onnét, abba levet is onnét hoztuk a rizshez, ugye a kásához, az is ott készült, aztán ugye a hurkát, kolbász, azt mi töltöttük, töltött szűzpecsenye, a töltött káposzta, és ugye nálunk még az is divat volt, hogy lucskos káposzta, ahol nem töltelékment, hanem a nagyon finom kis zattos húsokat szoktak belefőzni, még dobtunk bele egy-két farkot, meg kis sertéslábat is, nagyon finom. Aztán kétféle párolt káposzta van,
köretnek vörös-boros párolkáposzta és birsalmás káposzta. Aztán burgonyapirőt csináltunk édes burgonyával. És hogy lehet ezt fejbe tartani? Hát, mert ugye gondolom, hogy mi van fölragva az asztal, és megyek sorba rajta. Mert hogy ezt te csináltad? És lila, igen, lila, hát a segítség egyedül nem győzni az ember. Szeretek igen, akkor besegíteni a konyhára. És akkor lila burgonyával is csináltunk burgonyapirőt, hogy az is legyen egy kis színfoltja. És csináltam erdélyi uborka salátát, azt is, hogy Erdélybe tanultam, és az nagyon passzol ezekhez az ételeket, fissuborkától, fürtös uborkából csináltam. De mitől erdélyi? Attól Erdély, hogy Erdélybe voltam zsűrizni főzőversenyen. És hát ugye az ételt néztük, és a hölgy mondta, hogy jaj, hát az övét még ne zsűrizzük, mert neki még a salátája nincs kész. És megcsinálta a salátát, hát az étele talán olyan ezüst lett volna, de külön díjat kapott, mert olyan finom uborka, és akkor elmagyarázza, hogy kell csinálni, és azóta én is csinálom ezt az uborkost. Ha másképp szeljük, kicsit másképp ízesítjük, de miért. Azt nagyon érzem, mintha a titkát nem akarnád elmondani. Nincs értelme, úgyse jegyzik meg egy szóra, persze. És az interneten mire visszanézni, nem akarom sok időt el. Egyébként azt gondolom, hogy csak azt tud ilyen vehemenciával lelkesen beszélni az ételekről, aki ezt szereti is, meg tudja is csinálni, nem? Hát te szereted is tudod szerintem. Hát én megtanultam a szakmát annak idején, írás technikát tanultam, és műszaki módon dolgoztam. De ugye nagyon sok lábost adtam el, és ugye izgatott az, hogy a lábos, meg a serpenyő, meg a terpsét, hát használni is kéne. Ugye, mert ha valaki vesz egy tévét, ugye azt is használja. Na hát az üzletben ugye tudtam már, hogy mit kell lábosba, mit kell fazékba főzni. Na, ezt most komolyan mondom? Ezt komolyan mondom. És akkor, amikor élelmiszerboltba kerültem, ide helybe, akkor ugye állandóan főztünk. Jó, anyánk megtanított bennünket főzni. Állandóan főztünk, és aztán, amikor építettük ezt az új üzletet, akkor evidens, hogy konyhát is, tehát éttermet is csinálunk. Szeretem, a nővérem volt a vendéglátós, én voltam a, hát, aki meg hobbiból csinálta. Tehát azért elvégeztem egy akadémiát mellette, azért nem mondják azt, hogy ilyen bunkofor vagy. És elfelejtettem még a finom, tök magos, tepertős pogácsát, ugye azzal fogadtuk a kedves vendégeket, erdélyi pálinkával, erdélyi áfonya likőrrel, és a vacsora után pedig háromféle hájas tészta fog lenni, hájas kráfli. Azt hittem, hogy a bort fogod mondani, hogy közben pedig... Mondom, igen. Mondom a bort is. A Mörk András, helyi borász, akit pár évvel ezelőtt avattuk borlovaggá, itt Balaton-Akaliba, a Balaton-Füredi borlovagrendhez, ő hozott ötféle bort, és ő fogja megkóstolni folyamatosan a borokat, vissza lehet kóstolni, nincs korlátozva, hogy ki mennyit iszik. Tehát mindenki szabadon fogyaszthat. De ha jól sejtem, az ételből is, nem? Természetesen. Úgyhogy 9 óráig lesz fönn a büféasztal. Addig el is fogy minden szerintem. Hát remélem. De van még bent, tudunk kihozni. A mai nap az arról szólt. Van ennek egy ilyen titkos folyosója és ennek a mai estének, hogy a vállalkozásunk 20 éves lett. És most a libator is, és most ez a disznótor is, azért annak a jegyébe zajlik, tehát most adunk vissza a kedves vendégnek, mert szóval mi nem annyira azt az árat kérjük ezért a vacsoráért, minden mennyiben ez belekerül. Azért láttam, hogy jöttek a 20-as felirattal a lufik, hozták az ajándékot, azért tudták a vendégeit, hogy te 20 éve, hogy ezt csinálod. Azért tudják, mert olyanokat hívtam meg, mint aki 20 éve villanyszerelte, a kőművest, a vízvetékszerelő, központi fűtésszerelő, igen. Akkor még később fognak jönni a dekoratőrök is, ugye Veszprémből csak programjuk volt, a Zsebe Attiláék. Béla, mitől lettetek ilyen sikeresek? Mondhatom azt, hogy mert odafigyeltetek a legapróbb részletre is a minőségre? Én szerintem a siker az abból adódott, hogy olyan emberekkel barátkoztam. Tehát nem horgászni jártam, nem vadászni jártam, hanem vendéglátós körökbe jártam, és olyan sokat tanultam, és legjobbat akkor tanulsz, amikor nem könyvből kell tanulni, hanem amikor a barátok elbeszéléséből, vagy a megtapasztalásból. És enni az asztalnál a barátaim krémje ülnek, akitől tényleg a mai napig is sokat tanulok. Mi járunk együtt kirándulni, megnézzünk új helyeket, és természetesen valamennél valami rendezvényen, akkor meghívjuk, tehát legyen itt az egész csapat. Látom, hogy a vendéglátóipar szakemberei. Én nagyon köszönöm nekik azt, hogy én egy
szatos bótos létemre bekerülhettem ide a vendéglátósok csapatába. Úgy halkan mondom, lehet, hogy lehagytad itt a többséget? Nem. Ez sosem, ez nem így működik. Mindenki valamiben nagyon jó. Elértél arra a szintre? Hát van, amiben igen. Hát biztos kívánni való mindig van mindenkinek munkába. Kell szeretni csinálni, szeretni kell a vendéget. És nyugodtan büszke lehetsz erre az egész, azt gondolom, mert a minőség megvan, a vendégkör azt hiszem adott, és ha körülnézünk, azt látjuk, hogy nagyon minőségi minden. Igen, én is azt hiszem, hogy ezt méltányolják a vendégek. Hát most ez a terem is, amiben most vagyunk, ezt is hát nagyon egész évben ki van véve szinte minden hétvégre, keresztelőre, születésnap, névnapra, kisebb esküvőre, házasságépordlóra. Mert ez egy olyan atmoszférája van ennek a helyiségnek. Azt hiszem, hogy hát fogalom ez a név, hogy féküzletház, étterem, nem? Igen. Hát most már könnyű volt megjelzni. Volt olyan barátom, aki azt mondta, ne ilyen neve adjunk az étteremre, valami dallamos kell, valami tantaránánára, nénánánánára. Akkor úgy volt, hogy már az üzletet, az ABC-t féknek hívtuk, mondtuk, ne változtassuk, mert nem tudják, hogy hol van. Aztán így könnyen meg, rövid volt, könnyen megjegyezték. Kedves vendég bennül az étterembe, és telefonál, és mondja, hogy ja, azt nem tudom, hogy hol vagyok, tudod, ahol a fék van. Ez annyira boldog voltam, mondtam, az én vendégem volt az úr, mert mondom, majd legközelebb névváltozás lesz a faluba, akkor Fékfalvának fogjuk hívni. A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete szombaton kibérelte a veszprémi jégpályát 10 órától 12 óráig. Nagyon sok nagy család jött el, rengeteg volt a gyermek, nem véletlen, hiszen ide várták a Mikulás bácsit is. Úgy emlékszem, volt már ilyen esemény a szervezésetekben, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből hosszú távú hagyomány lesz? Nagyon szeretnénk. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesület, igen, már tavaly is a jégpályán rendezte meg a kis Mikulás ünnepségét, gondolván arra, hogy az egészséges életmódot sporttal, kis csokoládéval, hiszen valahol az is egészséges, egy kis mértékben összekötjük a Mikulásvárással és közösségfejlesztéssel és egy kis digitális kompetenciafejlesztéssel. Azt hallottam, hogy Mikulás nem tud korcsolyázni, tehát lehet, hogy ma nem lesz itt. Nem, olyan nincsen. Megkértük a Mikulás bácsit, hogy azért mindenképpen vegyen fel egy kis korcsolyát és úgy szórakoztassa a gyerekeket, amikor megérkezik. Én úgy emlékszem, hogy a történet úgy szól, hogy az Egyesület kibérelte a jégpályát. Így van. Ebben az évben teljes mértékben kibéreltük a jégpályát. Tavaly is már nagyon sokan voltunk, de akkor még nem egy önálló rendezvényként szerepeltünk itt, de most az idén már annyian vagyunk, olyan sok tagunk van, olyan sok pártolónk van, hogy így azt mondtuk, hogy mindenképpen kibéreljük és megtöltjük ezt a pályát, és egyébként pedig sikerült is, hiszen egy online jelentkezési formát tettünk közzé, és 2 nap alatt betelt az összes hely. Ugye mondhatjuk, hogy könnyű helyzetben van a Nagycsaládos Egyesület, hiszen ott a szó van benne van, a néven benne van, hogy nagycsaládos, tehát itt ugye gondolom főleg gyerekeket lehet hívni és várni. Így van, tehát nagycsaládos, a mi értelmünkben az úgynevezett rendes tagunk, aki minimum 3 gyermeket nevel 18 éves kor alatt, vagy pedig lehet pártoló tagunk is, hát pedig mindenki, aki egyetért az Egyesületnek a céljaival és értékeivel. Gondolom, hogyha most a Mikulás nem jönne, tehát nem Mikulás napjához közelítve rendeztétek volna ezt meg, akkor is sokan lennének, mert szerintem ők már várják az ilyen jellegű közös rendezvényeket. Azt tudom elmondani, hogy nagyon szeretik a rendezvényeinket, a tagjaink és a velünk egyetértők, és ezek évről évre a számuk csak nő.
Úgyhogy ha nem a Mikulás partit csináljuk, akkor igen, mindenképpen valamit rendezünk, még mindenképpen decemberben, mert még egyébként rengeteg programunk van. Nem csak a Mikulás korcsolyázás lesz, hanem megyünk a fővárosi nagycirkuszba is, aztán pedig még az élelmiszer, nagy élelmiszeradomány kiosztásunk is lesz, úgyhogy decemberben még nagyon sokszor találkozunk a tagjainkkal, illetve van velünk egyetértőkkel. Azt gondoltam, hogy ha jégpálya, akkor csak az megy rá, aki tud korcsolyázni. De úgy látom, nem egészen így van. Nem, hát szerencsére. A gyerekeknek meg kell tanulni valamikor korcsolyázni. Ez például egy jó lehetőség, amikor a családdal együtt, a család tagjai tanítgatják a kis lurkókat, akik éppen nem tudnak. Vagy pedig olyan felnőtt társaim is vannak, és kérdezték is tőlünk, hogy de hát mi, hogy jöhetnek? Hát persze, akik már nagyon régen vettek korcsolyát a lábukra, és azt gondolják, hogy ez nekik már nem fog menni. De hát ez ugye, hogy egyszer valaki megtanulja, akkor ezt nem felejti el, maximum gyakorolni kell egy kicsikét. Te egyébként most ugye persze nincs a lábadon korcsolya, de te tudsz korcsolyázni? Hogyne, nagyon szeretek, és nagyon remélem, hogy az idén be fog fagyni a Balaton, és ott is tudjuk ezt így Balaton-Almádiban is művelni ezt a sportot, mert nagyon szeretünk sportolni, de egész családunk is. Én is alig várom, utána, hogy most már fölvegyem a kis korcsolyámat, és szeljem a kis köreimet. Azért még ne siess, mert van még pár kérdésem, például az, hogy ha valaki nem tagja a Nagycsaládosok Egyesületének valami oknál fogva, de van neki mégis 3-4 gyermeke, az ugyanúgy bejöhet? Nagyon sok szeretettel várjuk a tagjaink közé, akiknek 3-4 gyermeke van és még nem tagunk. Tehát nagyon egyszerű a jelentkezési lehetősége, ott van rajta a felületünkön is, az a www.nbae.hu-n. A belépési procedúra, ami nem olyan nagy procedúra, egyszerű nyilatkozattal kell ezt megtenni felénk a szándékot. Az idén azt mondtuk, igen, meghirdettük több felületen is, hogy a velünk egyetértők is jelentkezhetnek. Mondom, aki kapja, Maria alapon volt, tehát nyilván először a tagunkat, és utána pedig azokat, akik még nem tagunk, de nagyon szeretnénk üdvözölni őket. Hát mondom, 2 nap alatt betelt ez a szimpatizánsok és tagokkal a 150 főnek a lehetősége, mert ugye ez ennek a jégpályának 150 fő a befogadó képessége. Ugye a sportot nehéz elválasztani a szórakozástól, mármint a hobbi sportot, bár szerintem a profi sport is valahogy egy picit azért szórakozás, de itt most mi a fő hangsúly? Az, hogy a gyerekek jönnek és sportoljanak, szórakozzanak, vagy inkább egy ilyen közösségépítés? Minden egyszerre. Én azt mondom, a közösséget építeni a sporton keresztül, az egészséges életmóddal nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy mindent próbáltunk ebbe belerakni, mert aki korcsolyázik, sportol, egészséges életmódot folytat, de egészségesen történik valami az életében. És együtt vagyunk, közösséget fejlesztünk egyébként benn direkt a melegedőben, direkt erre is gondoltunk, hogy játékos feladatokkal egy kicsit összép hozzuk a családokat, úgyhogy amikor egy kis szünet van, pihenés van, akkor pedig a kis játékos vetélkedőké a hangsúly. Hát, hogy vannak társ
partnerek, ha jól láttam. Varga Endréket, a civilektől itt látom például. Igen, ugye ők együttműködő partnereink, úgyhogy így aztán eljöttek természetesen és segítenek nekünk ebben a vetélkedős programelemben. Illetve hát elhoztuk a tableteket és a telefonokat, és iPad-eket, a digitális kompetencia fejlesztésben egy kis versenysorodatot hirdettünk a családjaink között. Most, amikor már itt van Mikulás, és hamarosan itt van a Jézuska, és meghozza a karácsonyfátnak az ajándékot, talán azt is mondhatnám, hogy könnyebb programot szervezni, mert várják a gyerekek, tehát talán könnyebb kitalálni valamit. De nem biztos, hogy jól gondolom, de azt hiszem, hogy nálatok mindig van valami újabb és újabb ötlet. Nálunk nem tudunk kifogyni a ötleteknek a tárházából, ami arról szól, hogy legyünk együtt és érezzük jól magunkat. És vagy egyszerűen azért, hogy együtt, csak az együttlét és a értelmesen eltöltött szabadidő, vagy pedig éppen azért, mert tanulni vágyunk, és szeretnénk valamivel fejleszteni magunkat. Ugye a másik, tehát ezért aztán minden hónapban nagyon sok rendezvényünk van, és 2-3 havonta pedig egy nagy rendezvényünk is van. Közben azon gondolkodom, hogy most, amikor beszélgetünk, kevéssel múlt éppen 10 óra délelőtt, hogy ilyenkor a legtöbb családban otthon készül a leves, a második, a pörkölt, az egyéb húsok, a nagycsaládosok meg jönnek sportolni, ők ezt hogy oldják meg? Felkeltünk hajnalban, mert oda raktuk a húslevesünket, hogy amikor majd kikorcsolyázzuk magunkat, akkor hazamegyünk, és egy nagyon finom ebédet tudjuk ma enni. Körülbelül szerintem mindenkinél így. Magazin műsorunk végéhez érve köszönöm szépen nézőink figyelmét. További szép estét és jó szórakozást kívánok. Munkatársaim nevében is elköszönök. Viszontlátásra!